Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Abbahagyta Fiterezenek a 10 éves megalakulásának jubileumi estén. Elsőként szeretném felkérni Pákos polgármesterét, hogy nyissa meg a rendezvényt. Tisztelt ünneplők! Nagy öröm úgy ünnepelni, hogy ilyen szép számmal jelen vagyunk. Hiszen egy ünnep akkor teljesedik ki igazán, hogyha minél többen éreztetik azt a szeretetet azok iránt, akiket ma ünnepelünk. 10 éve alakult meg az egyik legkiválóbb kulturális egyesületünk, csoportunk, amely a falu értékeinek a hordozója. És erre igazán büszkék lehetünk, és azt hiszem ez a jelentős létszám, ez azt bizonyítja, hogy igazán büszkék is vagyunk arra, amit ők a település érdekében tesznek, és a település nívóját növelik, a település nimbuszát hirdetik mindenfelé környezetünkben. Szeretném megköszönni Kisné Marikának azt, hogy 10 évvel ezelőtt kezdeményezte ennek az egyesületnek a megalakulását, és szeretném megköszönni mindenkinek, aki a 10 év alatt részt vett ebben a munkában, az elvégzett munkáját. Ahogy látjuk, együtt a csapat, talán egyedül a Koncferi hiányzik, ha jól emlékszem, ugye Marika? Koncferiről is feledkezzünk el, aki az első művészeti vezetője volt a kulturális csoportunknak. Én nagyon bízom abban, hogy ez a kis csapat ugyanazzal a lelkesedéssel, ugyanazzal a hittel és ugyanazzal a tudással, amivel már felvérteződött, a továbbiakba is szolgálja az önök érdekeit, szolgálja a falunkat, és sok örömet fog szerezni számunkra a következő időszakban is. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek. A Citera Együttesnek nagyon köszönöm az eddigi munkáját, és nagyon sok sikert kívánok a következő időszakra a számukra. Remélem, hogy sok örömünk lesz az ő játékukban. Isten óvja a munkájukat. Köszönöm szépen!